Az őszi árpát már betakarították, jelenleg a búzát aratják Borsodabaúj-Zemplén megyében. Itt hektáronként 50 mázsás termés várható, ami jó közepesnek mondható a mennyisége és a minősége alapján is. A gazdák szerint augusztus elejére befejeződik a búza aratása. A megyében ma Árokdő határában is aratták a búzát. Itt erről a 6 hektáros területről két kombájnnal őszi búzát takarítottak be. Ezekkel a gépekkel száraz időben naponta akár 30-40 hektárról is tudnak gabonát aratni. A kombány vezető fülkéje ugyan légkondicionált, de az időjárás még így is meghatározza a munkát. A mai napon 10:30 körül kezdtük el, mert hétvégén eső volt, és most tudtuk elkezdeni a betakarítást. A nedvesség az olyan 14,8 körül vágjuk most. Hektárban pedig olyan 50 mázsás átlag termése lehet számítani. A kombányról a búza egy 90 mázsás tartályba kerül. Ha összegyűlt a több mint 200 mázsa, akkor pótkocsival szállítják a magtárhoz. Innen megyen rá a rostáról, és a rostár, átrostár búza pedig szintén bemegy a magtárba egy búzát szövön. A megyei elnök elmondta, hogy csak akkor lehet elhelyezni a magtárba a búzát, ha a víztartalma legalább 14,5%-os. Az idei termésről elmondható, hogy a mennyiség és minősége is jó közepes. Őszi árpából 9800 hektár van a megyébe, ez már 100%-ba le van aratva, ez körülbelül 60 mázsás hektáronkénti átlagtermést tudott produkálni. Utána kezdődött a búza aratása. A búzának közel 50%-a van learatva, ebből 65.500 hektár búza van a megyébe. A gabona kalászképződésének a száraz tavasz nem kedvezett, de legalább ekkora probléma volt a nyár elején bejött hirtelen forróság is. A várakozások szerint augusztus elejére végeznek a búza aratásával, amennyiben nem lesz tartós esőzés.